Köszöntöm a nézőket! Ez a rendszerváltás utáni pénzügyi átverésekről szóló sorozat 18. része. Mai témánk az offshore Magyarországon, a másik pedig a romák és a német jóvá tételesete. Az offshore egy nagyon egyszerű dolog. Arról szól, hogy vannak olyan országok, ahol nem kell adót fizetni. Továbbá számos ország nem ad ki információkat az ott pénzről más országok kérésére sem. Tehát az offshore országok olyan helyek, ahol el lehet rejteni a pénzt, úgy, hogy azt még adóztatni sem adóztatják. Készült kutatás arról, hogy Magyarországról vajon mennyi pénz áramolhatott ki ilyen országokba. A kutatási eredmény azt mutatja, hogy nagyjából 48 ezer milliárd forintot loptak ki Magyarországról offshore országokba a rendszerváltás utáni 20 évben. A műsorsorozat eddigi részeiben a pénzek eltűnésének a mikéntjéről volt szó. Most azt nézzük meg, hogy hova rejtették el a privatizációból, olajszőkítésből, kárpótlási egykereskedelemből, szervezett bűnözői tevékenységből és egyéb cselekményekből származó pénzt. Az offshore országok Luxemburg, Svájc, Panama, Kajmán szigetek, Brit Virgin szigetek, Bahamák, Bermuda, Uruguay, Delaware, Írország, Hollandia, Csatorna szigetek, Jersey és Guernsey, Ciprus, Hongkong, Makaó, Szingapur, Mauritius, Seychelles szigetek, Samoa és az Egyesült Arab Emirátusok. Az Egyesült Arab Emirátusok az Európai Unió nyolcadik legjelentősebb kereskedelmi partnere. Ez hogyan lehetséges, hogy egy mini országból ennyi pénz áramoljon az Európai Unióba, és az EU-ból ennyi pénz menjen ki? Úgy, hogy egész Európa minden enyveskezű politikusa, adócsaló vállalkozója az Emirátusokba, a Ciprusra és egyéb hasonló helyekre lopja ki a pénzt a hatóságok elől, hogy az összeg ne adózzon. Voltam a Gödöllői Budapest bankfiókban, és kérdeztem az ügyintézőt az offshore-ra kapcsolatban, hogy a bank csinál-e kiutalásokat. És mondta az ügyintéző, hogy konkrétan még ebből a vidéki fiókból is rendszeresek a kiutalások offshore országok számláira. És a legrosszabb ezzel kapcsolatban az, hogy az Európai Unióban ez teljesen legális, és igazából a banki ügyintézőket bár nagyon irítálja ez a dolog, de semmit nem tehetnek ellene, mert egy legális tevékenységre kérik őket azzal a különböző vállalkozók, hogy, hogy utalják ki a pénzüket offshore országok számláira. Az EU-nak van megfigyelési listája az offshore országokról, de ez pont annyit ér, mint Magyarországra megfigyelő csoportot küldeni, hogy a jogállamiságot vizsgálják. Önök is nyugodtan kérdezősködhetnek a bankban, ahova járnak, hogy ott is így mennek-e a dolgok. Ne csodálkozzanak, hogyha ott is azt mondják, hogy minden bankban ugyanez van. Magyarországon mit lehet ezzel kezdeni, hogy legalább a mi szempontunkból megoldódjon a dolog? Mivel jelen pillanatban az offshore legális, ezért az első lépés, hogy illegálissá kell nyilvánítani. Ha valamit illegálissá nyilvánítunk, akkor szankció is kell hozzá. 100 vagyon vagyonelkobzást járjon annak, aki offshore országokba uta a pénzt, vagy offshore országokon keresztül uta a pénzt. Offshore országokból kap pénzt, offshore országokba jegyeztet be vállalatot. Offshore országokban bejegyzett vállalattal üzletel továbbá, aki a fent említett tevékenységeket elősegíti, legyen az banki ügyintéző, broker cég, alkalmazott, weblap alkalmazott, vagy egyéb közvetítő. Hát ez az, amivel illegálisan nyilvánítható a dolog, így aztán, hogy a banki ügyintéző kötelezően megtagadja az átutalást. Amit a magyar rendőrségnek kell tennie, az Interpol nevű nemzetközi rendőrségi együttműködési szervezet nemzetközi körözési listájára fel kell tenni azon országok politikai vezetőinek névsorát, ahol offshore tevékenység van. Ezzel nyomást gyakorolni az ilyen miniatűr kamu országokra, mint a Virgin szigetek, vagy szembenéznek a vezetőik a nemzetközi körözéssel, vagy megváltoztatják a vonatkozó jogszabályokat. Ha tetszik a műsor, iratkozzatok fel a csatornára, osztátok meg minél több fórumon, és lájkoljátok a videót, hogy a Youtube minél több embernek ajánlja, hogy minél többekhez eljusson. És akkor nézzük a második, és egyben utolsó témánkat. Voltam dokumentumfilmet forgatni, a holokauszt utolsó magyarországi túlélőiről. Volt köztük olyan, aki bújtatta az üldözötteket. Volt, akit Auschwitzba hurcoltak de megmenekült, mert áthelyezték egy másik lágerbe. Voltunk roma családnál, ahol Auschwitzból kijutott élve a család több tagja, de nagyon betegen tértek haza, és ápolni kellett őket életük végéig. A családban utána már nagyon kevés gyerek született, és köztük is sokan betegen születtek. Orvosi kutatások rámutattak arra, hogy az ilyen kivételesen súlyos traumák után generációkon átívelő betegségek alakulnak ki. A dolog ott kezdődött, hogy mondták, hogy kaptak kárpótlást a német államtól. Én voltam az operatőr, és megmutatták az aláírt papírokat. Mondták, hogy egy ismert magyarországi roma vezető, Daróci Ágnes rendezte a dolgokat. Azt mondták a nyomorban élő romáknak, hogy ha aláírják a papírokat, kapnak kb. 1.800.000 forintot olvasat nélkül vakon megbíztak a vezetőben, és aláírták a papírokat. A papírokon az állt, hogy ezen pénz elfogadása után nem támaszthatnak semmilyen egyéb kárpótlási igényt, tehát a német állam ezzel lerázta őket. Számoltam egy-egy gyorsan. Mivel mindig kellett a beteg családtagok mellé egy ember, aki gondozta őket, így egy fő nem mehetett dolgozni, ugye a pesti romákról beszélünk, hogy gyakorlatilag mindenki dolgozik. De ott egy fő állandóra otthon maradt a betegekkel ápolónak. Ha az ápolói fizetést minimálbérben határozzuk meg, és azt vesztük, hogy legalább 10 évig kellett tápolniuk őket, akkor havi 90 ezer forint szor 12 hónappal szorozva, ugye 10 évvel, az 10 millió 800 ezer forint mivel a következő generációban is alig született gyerek, és ott is betegen, és a második generációnak is született beteg gyereke, akit szintén egész életén át ápolni kell, így a valódi kárösszeg, ha generációnként 10,8 millió forinttal számolunk, akkor 32,4 millió forint. És ez csak 10 év kárpótlási költséget tartalmazza, plusz a betegek se tudtak munkát találni, és ebben a gyógyszerek költsége sincs benne. Tehát a valós kárösszeg forintosítva kétszer ennyi ápolási idővel, gyógyszerekkel 70 millió forint körül van. Akár a 32,4 milliót, akár a 70 milliót nézzük, a német állam, ami a büntényt elkövette, lepöccintette őket 1,8 millió forint kifizetése után azzal a trükkel, hogy a német állam felbérelte egy neves roma vezetőt. A roma vezető eléjük tette a papírt, és ők bízva a vezetőben olvasat nélkül aláírták, miközben 17-szer vagy akár 35-ször több pénz járt volna nekik. Mi lett a következmény? Budapesten mély élnek, 40 négyzetméteren 8-an laknak, tehát fejenként 5 négyzetméter jut nekik. A házon se ajtó, se normális ablak. A következő adásban a magányugdíj pénztárak államosítása és a PPP projektek botránya jön. A PPP projekteknél a magányugdíjakhoz hasonlóan szintén 2800 milliárd forint tűnt el.